januárba, amire már készültünk, tavaly hát úgy készültünk, hogy komolyabban tanult az ember mind a CNC-t, mind a forgácsolás elméletet, a gyakorlaton is jobban odafigyelt a tűrésekre, az illesztésekre. Akkor volt egy előválogató, ha jól emlékszem, január 14-én, itt Veszprémben a Kamaránál. Itt 20-valahányan indultunk gépi forgácsoló szakmába, és innen jutott, tehát az országos 16-ban innen jutottunk, tehát a legjobb eredményt, aki elérte, az jutott be az országosba. Ott volt egy előválogató, mi 16-an vettünk részt Esztergomba, annak két része volt, volt egy roncsolásmentes anyagvizsgálat, és volt egy mérőszoba, tehát alak, helyzet, mérések. És onnan pedig a nyolc legjobbat hívták be a döntőre, ami szintén Esztergomban volt, április 31. március 1-én. Ez egy kétnapos rendezvény volt, Géza Fejedelem szakközépiskola rendezte meg, és ott jó eredményt sikerült elérni. Jól összejött minden. A munkadarabok hát egyszerűnek nem mondhatóak, mert profilkéssel is kellett dolgozni, illesztést is kellett csinálni, kézi forgácsolás is volt, és inkább ami nem megszokott volt, az anyag, tehát az öntvényt kellett megmunkálni.